Különleges programokkal várja nyáron az érdeklődőket az Egyetemi Templom. Ráadásul a Kulturális és Konferencia Központként is működő intézmény idén merész dolgot vállalt, a Campus Fesztivál egyik regisztrációs pontja lett. Így várják az érdeklődőket júliusban. Augusztusban pedig a Virágkarneválhoz kapcsolódnak, hogy miként, többek között erről kérdezem vendégemet, Tóth Matolcsi László igazgatórat. Szép estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadtam meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. Ugye egészen különleges, amikor arról beszélünk, egyetemi templom, és rendben van, hogy kulturális központ, konferencia központ, de mégis, ahogy amikor a kampuszt hozzuk szóba, meg az egyetemi templomot, akkor hogy felkapja az ember a fejét. Igen, valóban. Lehet, hogy vállaltunk egy kis kockázatot ezzel az akcióval, de több szempontból is úgy gondoltuk, hogy jó ötlet lehet ez. Ugye az egyetemi templom, ezt talán aki egy picit követ minket, azt tudja, hogy nem régóta működik kulturális helyszínként, ugye ilyen szűk 2 éve kezdtünk, sőt igazán a programokat azt tulajdonképpen 1 éve kezdtük el igazán komolyan indítani a templomban, és hát úgy érezzük, hogy még mindig nem vagyunk benne eléggé a város kulturális életében, legalábbis a köztudatban nem. Ezért mindenképpen úgy láttuk, hogy jó alkalom lehet a kampusz részvétel arra, hogy jobban bekerüljön az egyetemi templom a köztudatba, hogy egyáltalán van, és hogy ez egy templom. És hát úgy voltunk vele, hogy van egy kis missziós vonatkozása is a dolognak, mert hogy ugye többségében az a fiatal korosztály látogatja a fesztivált, bár nem csak ők természetesen, de többségében a fiatal korosztály látogatja a fesztivált, és hogy talán így őket is be tudjuk vonzani egy kicsit a templomba, a templom térbe, ahol találkozhatnak egyéb, mondjuk az egyetemi gyülekezet plakátjaival és szóróanyagaival is. Tehát részben a köztudatba való jobb behozás, részben egy kis missziós cél is vezérelt minket, amikor ezt az akciót kitaláltuk. És mit jelent az, hogy regisztrációs pont? Igen, hivatalosan úgynevezett check-in pont lesz az egyetemi templom, ami azt jelenti, hogy karszallagot lehet nálunk átvenni elsősorban. Ez főleg akkor jöhet nagyon jól, hogyha például esetleg a fesztivál időtartama alatt mondjuk nagyobb sorok alakulnának ki a hivatalos beengedő pontokon, akkor nálunk is nyugodtan lehet jönni karszalagot átvenni, de egyébként is. Ugye ez július 20-a és 27-e között fogunk ilyen check-in pontként működni, tehát már a fesztivál kezdete előtt lehet karszalagot átvenni nálunk, dél és este 8 között lesznek ott a kampusznak a munkatársai, és hogyha valaki bérletet vagy egyet szeretne vásárolni, úgy tudom, arra is lesz lehetőség ezeknél a munkatársaknál. Ráadásul akkor bemehetnek a templomba, a templomtérbe, ott ráadásul akkor az azt jelenti, hogy hűtött, tehát fedél van, lesz a fejük fölött, tehát nem kell a napon állni sorban, másrészt hűtött térbe érkeznek. Igen, hát hűtöttben nem, de mondjuk hűvösebben, mint ami kint van, ez mindenképpen igaz. Igen, tehát főleg a mostani időjáráshoz képest, amikor az ember a napon nem bírja 2 percig, sem olyan meleg van, valóban egy nagyon szép zárt templomtérben tudnak majd tartózkodni. Arra mondjuk szeretném a hangsúlyt tenni, hogy nem magában a templomban történik mindez, a megbotránkoztatás elkerülése véget, hanem a templom előterében történik majd mindez, tehát nem a szakrális térben, hanem az előtérben kerül sor erre a dologra, és igen, ez talán így kellemesebb lesz, mint mondjuk a szabad ég alatt várakozni karszalagra. Na és aki ott várakozik, átvette, ő bemehet a szakrális térbe? Természetesen. Ez a harmadik kicsit rejtett és nem annyira rejtett indok annak, hogy ezt az akciót indítjuk, hogy valóban minél több embert behúzzunk úgymond a templomba, hogy nézzék meg az egyetemi templomot. Tehát ez tulajdonképpen egy picit szándékunk is, hogy betereljünk igen látogatókat a templomba. Kevesen ismerik még mindig az egyetemi templomot Debrecenben. Még kevesebben voltak benne, mióta teljesen felújították, és én azt gondolom, hogy érdemes. Ugye most, hogy már készen van az új orgonánk is, aminek meg volt tavasszal a nagy avató koncertje, az is egy külön színfoltja lett a templomnak, tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes, miután a karszallagot átvette valaki, tenni egy kis sétát a templomtérben. Van ott egy kis oldalt, egy kis kiállításunk is, ami a templom építésének a történetét mutatja be, tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes
megnézni a templomot. Hát meg kazettás mennyezetek is sokáig lehetne sorolni. Így van. Vagy esetleg várakozás közben megszólalhat az orgona is, hogy akkor már a zenével találják magukat. Na jó, ez persze most a részben az ötletelés. No igen, ez az egyik része, tehát a kampusz ideje alatt nyitott térré válik. Egyébként is nyitott tér a templom, de hát ilyen értelemben még vonzóbbá, hogy kettőt az egyben lehet karszalagot átvenni és templommal ismerkedni. De hát önök mennek tovább, és augusztusban egy egészen különleges kiállításnak fognak helyet adni. Mi lesz ez? Így van. Meghívtuk Debrecenbe Sávolt Karolinát, és az ő képeiből lesz egy kiállításunk. Karolináról azt érdemes tudni, aki esetleg nem találkozott a nevével, hogy ő egy nagyon fiatal, most is csak 14 éves leány, aki 11 évesen kezdett festeni, és tulajdonképpen mester nélkül tanult, tehát mondhatjuk autodidakta módon tanult festeni, és egészen érdekes és speciális látásmóddal fest Karolina, nagyon bátran használja a színeket és a formákat, egészen lenyűgöző képeket alkot, ilyen fiatalon is. Jól mutatja egyébként az ő tehetségét az, hogy számos külföldi tárlata volt már, tehát fiatalkor ellenére ő volt már Dublinban, Prágában, Nizzában, úgy tudom New Yorkban is valamilyen kiállításra beválogatták az egyik képét, kapott francia ösztöndíjat, tehát hogy egészen kivételes tehetségű festőről van szó, és úgy gondoltuk, hogy mivel Pesten volt már neki több kiállítása is, úgy gondoltuk, hogy Debrecenben akkor az első kiállítását mi rendeznénk az egyetemi templomban, és ez szerencsére sikerült is hosszas egyeztetések után összehozni. Úgyhogy úgy lesz majd a kiállítás egyébként, hogy augusztus 10-én nyitjuk meg 10 órakor, és 12-től pedig folyamatosan látogatható lesz 27-ig, vasárnapok kivételével ez a kiállítás, és ingyenes a belépés, csak egy helyszíni regisztrációt fogunk kérni a látogatóktól. Igen, egészen különleges, megvallom, én is most nézegettem meg beszélgetésre készülve ezeket a festményeket, hát megdöbbentő. Megdöbbentő az a fajta bátorsága, hogy egyszerre jelenik meg a színkavalkád, a szakralitás színesen, az extravagáns és a visszafogott, tehát valami egészen különleges tehetség, talentum adatott a hölgynek. Igen, és mivel vannak a képei között kifejezetten szakrális vonatkozású festmények is, ezért azt gondoltuk, hogy egy egyetemi templomban ezek jól mutatnának, és templomba illő anyag lenne ez, de egyébként is a Karolina képei olyanok, ami tulajdonképpen, ha nem szakrális témájú, akkor is simán illeszkedhet egy templom térhez. És hát mivel ezeknek a rendkívül színpompás és gazdag képeknek van egy ilyen, hát úgy fogalmaztam én ezt meg, hogy egy jó értelemben vett karneváli hangulata is, egyfajta ilyen kavalkád, szín és forma kavalkád, ezért azt gondoltuk, hogy ez a virágkarnevál eseményeihez nagyon jól passzolna, úgyhogy tulajdonképpen a kiállítás maga az része is lett a karneváli hétprogram sorozatának. A karnevál alatt is látogatható lesz, és szerintem ez egy nagyon jó kiegészítő programja lesz a virágkarneváli eseményeknek, egy nagyon jól passzoló program lesz a virágkarneváli eseményekhez. De aztán, ha jól tudom, van még egy meglepetésük a virágkarnevára, de csak nagyon röviden állőjük el. A meglepetés, hogy mi lesz az. Így van. Lesz a templomunk előtt egy installáció, ami püspök úr kezdeményezésére kerül majd az egyetemi templom elé, ami szintén egyébként a virágkarneválhoz kapcsolódóan lesz majd ott látható. Ez is, én azt gondolom, hogy emelni fogja a virágkarneváli események fényét és színvonalát. Helyszín volt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásokat. Kívánom, hogy minél többen látogassák a kiállítást, meg menjenek kicsit hűsölni szakrális térbe. Így van, én is ezt javaslom. Lelkileg töltődni. Köszönöm. Eddig tartott ma az Esti Közelkép. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.